Sziasztok! A mai adásban nem lesz más, mint hogy elmegyünk a Lidlbe, és megnézzük, hogy milyen árak vannak a helyi franciaországi vállalkozásban. De mindenek előtt most bemegyünk a konyhára, és készíteni fogunk egy kis, nézzétek meg! Ebből még ugye nem derül ki, hogy mi fog készülni. Teszünk bele egy-egy csipet sót, ez 4 darab tojás, külön-külön választva. És a fehérjét feldobjuk habbá verni. A sárgáját pedig kikeverjük 30 g cukorral. Ide jöhet bele 2 részletbe a 130 g lisztot. A 2,5 deciliter tej. Körülbelül ezt a sűrűséget kell elérni. A palacsinta tészta túl egy kicsit sűrűbb. Egy kis ízfokozó. Akkor most derül ki, hogy jól dolgoztunk-e. Ó, nagyszerű. Jól meg kell lenni a habnak. Mehetünk bele 3 részletbe. Vagy 2. Jó, ide jött egy része, itt még lehet keverni gond nélkül, és a maradék habbal már csak óvatosan kevergetem össze, szépen inkább csak beleforgatom, úgymond a habot, hogy ne törjük össze. Jöhet bele a vajba szépen. Már dolgunk, mint hogy figyelgetni, hogy mikor lesz aranybarna, most elértük ezt az állapotot, és mivel elég vastag, ezért nem tudjuk így megfordítani, úgyhogy be kell raknunk a sütőbe. Szépen berakjuk egy pár percre. Most pedig jól látható, hogy még egy kicsit remegős. Remegős itt a közepe. Megpróbáljuk kiszedni ide a tányérra, és folytatjuk a műveletet. Így. Ez meg is volt. Akkor ezt követően leszorjuk egy kis cukorral, mint a crème brûlée-t, és befejezéshez nem kell más tenni, mint fogjuk a serpenyőt, ráfordítjuk, egy gyors mozdulattal megfordítjuk ezt az egészet, és visszatettük bele. És mehet vissza a gáz. Az oldal is egy kicsit karamellizálódna, úgyhogy szórok oda is be egy kis cukrot. Csak a vicceket. Elkészültünk vele, mert aranybarna lett a másik oldala is. Ez az oldal egy kicsit túlsült egyébként, de ez még fogyasztható állapotban. Fogunk 2 kanalat, és 2 kanal segítségével ilyen emberesebb falatokra szaggatjuk. Így kell kinézzem. Egyik oldal egy kicsit túlpirult, de nagyjából fogyasztható állapotban van. Ezt lehet sárga brac reklámmal ajánlott fogyasztani. Megyünk és átutazunk Verdánba, de ez se véletlenül lesz. Majd meglátjátok, hogy miért. Megvettem a jegyet neten, 3 euró oda, 3 euró vissza. Egész nap fel lehet használni. És kb. Ennyi. 20 km van, mint nálam. Nálunk körülbelül Vásárhely Szeged. Akkor a távlaton megyünk most oda és vissza. És meglátjuk, hogy mi az oka annak, hogy most át kell utaznom oda. Na gyerünk! Meg is érkeztünk Verdánba. Most megyünk szépen tovább. Haladunk a célunk felé. Igen, ám. 95-ös benzin 1,70 €-ért. Itt is nagy szelek vannak, de azért mégse akkorák, mint otthon. Hallottam 120 pár kilométer per órás szél volt. Íme a posta épülete. Szemben vele a Coq Hardy, egy régi hotel.
ami már nincs nyitva. Vagyis most megvásárolták, tavaly, 5 év után, úgyhogy lehet, hogy valami fog nyílni ott. Na és itt van a Verdani Színház, amivel szemben megtalálható egy kis frissítés a városban, ugyanis elég modernnek sikerült az az apartmanokat felvonultató épület komplexum íme. Most haladunk szépen a kórház irányába, arra megyünk, mert ott van mellette egy kisebb dolgunk, szépen megyünk. Gyertek! Íme ott van a háttérben a kórház, de mi nem oda megyünk, hanem ebbe az irányba. Jó kis gyalog átkelő hely ez, ide vezet a semmibe. Az úton kell közlekedni utána. És vannak ilyen tömbházak, 3, maximum 4 emeletesek. Most már talán tudhatjátok, hogy merre is igyekszem. Nem a kórházba, hanem ebbe az irányba. Ugyanis rákényszerülök felvenni a 3. oltást, hogyha dolgozni szeretnék. Igen, itt még ez a helyzet. Nem ott tartunk még, ahol Anglia, hogy már kifele vezetjük magunkat ezekből a dolgokból. Itt még a 3. oltásra kötelezik éppen az embert, úgyhogy most ez van terve. És mielőtt bemegyünk az épületbe, itt az épületben találunk egy tó, ahol nem nagy öröm ez, de most menjünk befelé, és felveszik a 3. oltást. Meg is voltunk, most várni kell 15 órát, ameddig akár hatása is jelentkezhet az oltásnak. Ez gyors volt. Most van, mindjárt megfordítom a képet, hogy most várunk egy órát. Elég sokan vannak itt. Nekem is 13 órán lett volna egyébként. Na és egy kicsit el van itt borulva. Szépen vissza a vasútállomásra. Még mielőtt elkap minket az eső. Szaladunk a vasútállomásra, ott mellett van egy üzlet, be kell ugranom a boltba. Úgyhogy mielőtt elmegyünk a Lidlbe, ott az én kis városomba, azelőtt még itt beugrunk vásárolni egyet. Na gyerünk szépen! Hát első állomás, Leclerc. Ebbe az üzletbe nézünk be először, mielőtt visszautazunk, mert amint visszautaztunk, akkor szaladunk a Lidlbe. És öt játékok, például Battlefield 60 euróért, most 73,60-ról. PlayStation 4, GTA 5, 30 euró, MacBook Pro, 13 colos, egy év garanciával, 2130. Hallgatók 50 euró, 31, 50, 27, 28. Vezetéknek műanyag pisztoly 4,50 €, játék fegyver 4,50 €. Lányoknak doktoros cucc 6 €. Sok játék 16,90 €. Kirakósok 13,90 €. Szeruzák 3,99 €, a 24 darab 2 €, a 12 darab, de ez ilyen fémdobozó, amilyen nem van, 150 €, az is 150 €, 130, 160, egészen 14 €-tól 50 €. Már tudom ajánlani is, mert ilyet vettem a legutóbb, Braun hajvágógép, nagyon jó, 17,
hosszúság, 2 év garancia, német minőség, mindösszesen 35 euró. A serpenyők ugye Franciaországgal szülőhazája, 40 euró, 26 cm-es, tapadásmentes természetesen. De szoktak lenni ilyen pakkokba, leértékelve, akár ilyen 12 darabos pakkot is tudsz találni, mondjuk 60 euróért, 18 ezer forintért, az meg gyerekjáték. Lapítók vannak egészen 35 euró, 40 euró, 58, 59, 199, 200 eurós. Hát vannak itt Varta elemek, hosszú életű, ugye a német minőség 5 euró 49-ért, 12 darabos Duracell, 2A-s 12 darab, 12,90 euró, 8 darabos, 10 euró. Akril festék, 27 euró. Akril festéket, 8,90 euró körülbelül. Téli szélvédőmosó, 6,90 euró. Morgon az egy viszonylag drága bor, 6 euróról van leértékelve, 3,95 euró. Ékszerek. Klasszik Offszer, 9 darabos, 5 euró legyen. Elszev, 2 az 1-ben az 3 euró, 36. Klasszikus Head & Shoulders, 11 euró. Ariel, Lenoros, minden az 1-ben, 14 euró, 30, 14 euró, 95. Lenore blítő, 1,15 liter, 5 euró, 10. Különböző vajak felhozatala. Ami talán a legjobban megérhették, főleg otthoni viszonylatban nézve, ez a fél kilós vaj, ami 3,89 euró. 6 darabos, 1664-es, 1000, és 3 euró. Nekem 18 darabos, 10 euró 28, 24 darabos, ez itt 24 darabos, 13,9 euró. És itt nagyon felkapott a Desperados, 20 darab, 25 centes, 14 euró 49, 41. A 6 darabos, az pedig 6 euró 66. Most 7 euró 35 helyett, vagy 7 euró 35 az első, de hogyha kettőt veszel, a második az csak 4 euró 41. Ezek mekkorák? 1 literesek. Evian víz, 6 darabos, fél literes, 2 euró. 6 darabos, másfél literes, 3 euró. Ezzel csak ilyen literes változatban van most. Ez 1 euró 40. Ugye fél literes, 1 euró Bordóból, 4 euró 67, 5 euró könyv, sampány, pezsgő, 32, 28, 49, én ezt a fajtát szeretem. Természetesen lehet kapni tokait is, hennyek, 5 puttonyos, 16. Az időben már nem is megyek el, mert ebben a videóban annyi mindent bemutattam, hogy túl hosszú lenne, majd egy másikban megyünk a Lidl-be. Újdonság lehet, és én eddig még nem láttam nutellás keksz 1,89 euró. Családi kiszereléses Omeo 2,59 euró. És itt van mellett a testvére. Magyarós M&M-ben, fél kilós kiszerelésben 3,63 euró. Kedvenceim, egész magyarós. Hát itt csak kettessével árulják, szóval egész magyarós 200 gramm, 2,15 euró. És vannak most ilyen újdonságok is, azt hiszem ez is ilyen újabb fehér csokis, mandulás kókuszos, meg melyiket is láttam még, itt vannak. Fent ilyen csoki, fekete csoki, még egy valami fekete csoki, karamell kis sóval, és itt vannak a nagyobb kiszerelésűek, ezek ugye 2,47 euró, 2,10 euró, és ilyesmi árak vannak. Gondolom ilyen Bon Maman lekvárok vannak otthon is. Ilyet kell majd vásárolni, vagyis nem ilyet, mert ez barack és mangó, de sima barackosat keresek majd. Viszont azért majd a Lidl-be megyek, mert van egy kuponom. Quick Cacao Porn 871 gram, 4,52 euró, aminek 5,19 euró a kilója. Mondjuk ezt a Lore Espresso 7,40 euró, aminek
14,80 euró. Fél kiló, 250 gramm, 5,96. De pedig 4,91 euró a fél kiló, ez is azt hiszem. Ja, fél kiló. 3,90 euró. Nézd, 1 kiló, 5,95 euró. Egy darabos fekete kártel, egy darabos ölgrény. Két paradicsom, 250 gramm, Marokkóból származó. $2.49 darabja. 1,75-ös, 1,50 euró. Másfél literes Coca-Cola, 1,50. Másfél literes Pepsi-Cola, 1,11. És most kell a vonatra egy kis itóka. Végezetül nem is vettem semmi érdekeset, csak egy fél literes ásványvizet, mert szomjas vagyok már. De majd visszamegyek most, úgyhogy visszamenjél, baszki! Na, szóval visszamegyek most a kisvárosomba, és akkor onnan meg a Lidlbe bemegyek. Nem tudom, hogy ott készíteni fogok-e videót, mert eddig elég sok felvétel készült, nem akarok túl hosszú videót se. Meglátjuk. Most minden esetre elköszönök, mert megyek a vonatra, még van 10 percem érkezésig, úgyhogy ciao. Itt az üzlet, ott van a helyi buszállomás, és mögötte a vasútállomás, az a sárga épület, ott a háttérben állomás, ott pedig a vasútállomás, és érkezik épp egy helyi busz. Egy hölgy sofőr volt rajta, és egy következő, amelyiken nem hölgy volt. Íme a bejárat. És amennyiben nem vetted meg előre a jegyedet, itt a jegyautomatán keresztül ezt megteheted. Így indul. És lehet is mondani. Egyes megállóról fogunk indulni. Sikeresen telt, az oltás megvan, a videó körülbelül készen is van, mindjárt megvágom az autón, és töltődni fog felfele. Remélem sikerült nektek bemutatni egy kis falatot Franciaországból. Valószínűleg a Lidl-ös vásárlásomból már nem fogok feltenni, majd az egy héttel később, vagy valamikor, amikor következő alkalommal megyek a Lidl-be, akkor azt láthatjátok. Na, de minden jót kívánok nektek, szép napot, és találkozunk egy következő videóban. Ciao! Itt a vonat, most szálltam le, és ide jövünk. Térre törően megyünk, ide a lekvárokhoz. 1,15 euró a kis Benac lekvárom. Úgyhogy nagyon olcsó. A takarító nénink itt megy el elektromos rollerrel. Én pedig kijöttem a boltba, szóval vettem 2 darab ilyen parack lekvárt, amiben legalább 50% a gyümölcs. Ezek mekkora ilyen 450-500 gramm körüliek? 450 grammos. Szóval vettem a 2,30 euró helyett 1,90 euróért, mert most volt egy ilyen kuponom. Majd mindjárt bevágom ide, hogy miért. És most gyerünk szépen hazafelé.